Hallott tesi? Hallott te sem? Amúgy közben kávéltatok. <laughs> az, 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 volt. Voltam kóli koncerten, el. És uh, volt egy ilyen, ilyen szólosabb, ilyen, lájtosabb szám, amit így nyomott a kóli, és így azok a gyerekek el, elkezdtek rád pogózni, így néztem, hogy mit történik, mi történik. Ez mi a következő, hogy így a lesz valami komoly zenei koncert, és akkor a karmester kiszól, hogy, hogy, húzzátok szét a székeket. Tesó. Sziasztok, Simon Dálidó, az első magyar az elemek fejtő. És hát ezen a héten merüljünk el az autotun tengerbe, úgyis régen úsztunk arra fele, és nézzük meg, hogy milyen lett Grasának az új, az új lemeze, a Sex címet viseli. Szerintem mindig a Krúbinak az Edlibé jut a Sex. Baszás. Vigyázni kell nyilván az OTL-es kommentelőkkel, én ezt már eléggé megtanultam a nehezebb úton nyilván, mert volt még a első vagy másik évadban egy elég sok negatív kommentet generáló figura videóm. Amúgy azóta nem, nem nagyon mondtam rosszat OTLS es előadóról, hogy nem azért, mert hogy így féltem itt a komment armadától, hanem egyszerűen egész egyszerűen azt, azt érzem, hogy az OTL kiadónból kijövő lemezek minősége az eléggé beállt egy, 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 minőségi szintre, és próbálnak ők is innoválni, és, és, már nem, nem csak az van, amit régen éreztem, hogy itt teljesen elmerülünk itt a Mumble rap a, a mocsarába, hanem hogy itt, itt elég, elég jó, elég minőségi előadók jöttek és fejlődtek ki, illetve elég jó albumok is jelentek meg. Most így mondanék egy párat, mert tényleg elég rég volt egy ilyen trap áttekintés a csatornán, szóval számomra, és csak az utóbbi, utóbbi, egy évet veszem alapú, vagy másfél évet, számomra a Long Live AKC, a Holdvilág Klub Hotel Casino, télkatonája, a mesztelen, ibigenges, a Natinati, nati, a Gyurisnak, a, például az RMB Fitness, Atka, Lemez, mind, mind nagyon jó volt, ismersz figurától, tehát ezek mind olyan, olyan lemezek, ahol ö, nem azt mondom, hogy klasszikusok, de hogy itt, itt ezeket végig tudtam hallgatni, és tudtam is ö, pár zenét magammal vinni a, 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 a jövőbe, már <laughs> jövőbe, tudtam magammal vinni, és tudok visszatérni -vissza bizonyos zenékhez, tehát, hogy ez egy, és ezek elég változatos lemezek voltak szerintem, illetve most így szép lassan az OTL családból így kezd kinőni egy, egy országosan ismert pop. Előadó is, popsztár, nyilván nem, de de kicsit azt érzem, hogy a next big thing az a filó lesz, tehát hogy annyira valamit nagyon jól elkapott a srác, és tényleg uh, uh, sláger után slágert uh, dob, és és nem nagyon tud hibázni, tehát a filó az nagyon ott van a radaromon, meg szerintem elég sokat tehát hogy egy elég, elég szép lánynapján az otl élnek, és hát pontosan emiatt, illetve amiatt is, hogy Grasának az előző lemeze, a, a GGVS Grasa, az ugyancsak ö, ebbe a listába a sorolható számomra, ami egy nagyon, nagyon jó minőségű, hallgatható treplemez volt, és, és én el is kezdtem ö, úgy bízni a Grasába, hogy azt gondoltam, hogy ő neki most van egy olyan minőségbeli ugrása, amit például csak példaként említve a Pogány indulónak ugye az első albumán is volt egy elég ö, meghatározó és azóta elég nagyot jövő verzéje. Tehát hogy a tavalyi évben azt láttam, hogy ő most elkezdett valamer, valamilyen jó irányba, mert az előző lemezei, az én fülemnek azok szinte hallgatatotlanak voltak, mert annyira összefolyt ez az autotune, mindenség, hogy, hogy nekem, nekem, az nem, nem tűnt annyira potenciális előadónak a Tavalyi évben ugrott egy szintet nálam, és hát ezért is azt gondoltam, hogy ez a mostani album, az, ez tart, tartja valamilyen szinten ezt a szintet, vagy akár tud is rá még emelni. Nagy csalódás lett nekem, most ezt így előre elmondom szinte azt mondom, hogy most nem azt mondom, hogy hallgatatlan, de hogy, hogy nagyon, nagyon, nem vagyok az egész lemezzel megelégedve, kifejtem. visszatértünk -e ez a túl torzított, ilyen túl effektelt mumble, reppeléshez rappeléshez, ami egy pár szám, az tényleg az olyan szinten sérti a fülemet, hogy nem, nem, igazán, nem igazán tudok, nem igazán tudom hallgatni, és Szeretném, szeretném, most kiátszani a Bu kártyát, és szeretném ö, megkérdezni azokat, akik ezt, az, ezeket a zenéket szeretik, és szeretném megkérdezni azokat, akik mondjuk az első két számot élvezettel hallgatják, hogy, hogy, hogy nektek ebben mi azon kívül, hogy ú, mekkora tűz, meg mely hard lett, tehát, hogy ilyen kommenteket olvasok, hogy mondjátok el, légy szíves, hogy, hogy ebbe a mai 20-24-es Trepp ez ez, mi, ez mitől, mitől jó ez a fajta zene? Nekem ez tényleg sérti a fülemet, nem is értem, hogy miről, mi, miről gagyog, vagy rappel, de írjátok meg, mert mondom, lehet, hogy ez, ez megint csak az én boomer ö, énem miatt van, de mivel felsoroltam, hogy amúgy melyik ezeket eléggé csúsztatom, tehát most nem lehet azt rám mondani egyből, hogy azért mert egy ilyen öreg fasz vagyok, hanem kérlek, írjátok le, hogy hogy nektek ezek a túltorzított, nagyon, nagyon durva ö, mumble rap le, ö, zenék miért tetszenek. Szóval így tényleg egymás után jönnek ezek a teljesen semmit mondó szövegű, ilyen megúszós flók, meg ilyen teljesen átlag zenék, ez az E.E. -E Vos című boss című szám, ez is nem tudom, értelmezni, értem, ez rövid, ezért össze van csapva, nekem, nekem, ez, nekem, nekem ez már nem, nem hozza azt a szintet, amit kellene hozni itthon, vannak ezek a folyamatosan visszatérő trap zenei szövegek ezek, mert máshol nem hallom, hogy ezek az ilyen vágyakozás, hogy de jó lenne ö, nagy kocsi, meg de jó lenne nyaraló, meg ide szeretnék elmenni nyaralni, ide-oda, tehát hogy milyen durv, durva, hogy mennyit változott így a világ, meg a hip zene, hogy régen ugyan a ment az eszement flexelés, hogy nekem nekem van a legnagyobb izé, meg nekem van a legjobb csajom, meg nekem van a mindenből a legjobb, és akkor most meg hallgatjuk ezeket, hogy de jó lenne ilyen kocsit venni, meg nyaralni ilyen szép helyeket tehát, hogy én nem tudom, mert lehet, hogy ettől átérezhetőbb, de nem, nem ezekkel én sose tudtam mit kezdeni, illetve vannak olyan értelmezhetetlen dolgok tényleg a lemezem van az a Tihany című szám, ami megint csak arról szól, hogy de jó lenne egy tihanyi nyaraló, mint a politikusoknak, mit tudom én és akkor közben a referén körül van egy, van egy ö, hungarista, trianonos ö, szöveg, meg én értem, hogy úgy jött ki pont jól a rím, hogy pont kijött a trianon szöveg, és el tudom képzelni, hogy a stúdióban egy a tesó, mekkorad, hungarista, be, hungaristát beteszed, mekkora flash. El tudom képzelni, hogy ez nagyon ment itt a ömlengés, hogy ez mekkora stiló semmi köze nincs semmihez, semmi köze nincs semmilyen, ö, nem, nem is értem, történelmileg sem <laughs> helytálló, hogy csak a hungaristáknak volt fontos a trianon, tehát ős, ős fasság, szerintem, és ö, nem, 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 teljesen kizökkent az élményből, az amúgy se jó élményből. Ugyancsak volt ez a Finesz-Fidesz rím, ami, ami megint csak értel, igen, ö, külösztüló, de hogy nem nem, nem hangzik jól, nem, nekem abszolút ne, nem tetszik, és akkor egymást jönnek ez az ilyen semmit mondóbbnál semmit mondóbb ilyen basic trap számok, ami mondjuk három éve volt szerintem, de volt ez a Burberry Shades, és olyan, hogy így nem, nem tudok mit kezdeni, mert nem köt le, nem, 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 nem tudom, de mondom, fenntartom a jogot arra, hogy nyugodtan írjátok le, hogyha nektek ez a fajta 2024-ben ez a fajta trapzene még csúszik. Kevés hálátja van az albumnak, de ha, mivel van, ezért ezt meg szeretném említeni, az, az ura gyerek az, az, nekem hozza ezt a, ez a GGVS grasás stílust, jó ott a szempől, meg tetszik az egésznek a, a, a válja. Tehát, hogy van, vannak így megcsillantva ilyen a múltbéli, múltbéli, úgy mondom, hogy múltbéli, mint hogyha ezer éve lett volna a tavalyi albumához, vannak ilyen, visszatérések. És emellett viszont van a Tempó című szám, ami ugyancsak uh, elég jó, és sajnos azt kell mondjam, hogy azért elég jó, mert a Gyurisnak van rajta egy egy extrán, extrán jó verzéje, imádom, ahogy ő így tud játszani a hangjával. nagyon Vannak ezek a nagyon már-már nagyon ilyen gyurisos rímek, tehát hogy ő, 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 neki, ő neki eszméletlen jó szerintem az egyénisége, és ő, ő egyre jobban fejlődik, és egyre jobban kinövi magát ebből a treps katujából, Tehát a gyurisa az egy, az egy nagy nagy kincs szerintem itthon a magyar hip-hop zenében. Van nekünk még ez a GG on GG című, ö, nagyszerű Pogó himnusz, ahol mint egy ilyen kis irányítás is lenne, hogy na gyerekek, akkor ez lesz majd a Pogó szám, ö, erre tudjátok majd ö, szétszedni egymást a koncerten. És ö, most egy kicsit így álljunk is meg, és beszéljünk erről a Pogó kultúráról, ami most így kialakult a fiatalok körébe, ami számomra Egyrészt teljesen értelmezhetetlen, másrészt mindenfajta koncertélményt, ahol vagyok, az teljesen kizökkent és idegesít. És nem azért, mert egy öreg nagypapa vagyok, hanem azért, mert egész egyszerűen számomra nem helyesen van használva ez a, ez a fajta, nem tudom, tetszés kimutatás, ami a pogó kéne lennie, számomra, számomra az tök jó lenne, hogyha lenne ez így ilyen, lenne egy ilyen konszenzus, hogyha nem hangzik el a számba az, hogy a zenében nem hangzik el az, hogy na most pogó van, akkor senki nem pogózna, mert egyszerűen azt érzem, hogy, hogy muszáj ezeket a fiatalokat irányítani, mert olyan zenékre, olyan szinten ö, oda nem illően mozognak, hogy ez, 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 ez a rossz, rossz nézni, és el tudom képzelni, igen, hogy Eszméletlen sok frusztráció van a mai fiatalokban, amit muszáj ö, levezetni, és ez egy tökéletes levezetési módja, mert hogy nyilván a, a suliba a óra előtt elveszik az iPhone 15-öt, és akkor az frusztrációra adok illetve biztos vagyok benne, hogy az SS techflixek elfogytak a eteleplázába. Tehát az is frusztrál, frusztráló lehet, illetve a barbershopba, a baszkátra már egyszerűen nincsen hely, nem tudtok helyet foglalni, tehát ezek, ezek el tudom kézdeni, hogy ez mind olyan frusztráció, ami, amit le kell vezetni egy ilyen koncerten, csak könyörgöm, legyen ennek valami rendszerek, kultúrája, és most csak azért mondom, mert például analóg Balatonos pólóba vagyok, de hogy egy analóg Balaton koncerten, ahol Tényleg indokolt lenne a pogó, mert ott vannak olyan droppok, és vannak olyan megőrülő számok, ahol el tudom képzelni, hogy hogy az emberek mm, pogóznak. Hát ott, ott, ott eszükbe se jut a fiataloknak, és ott nem csak öregek járnak. Eszükbe se jut a fiataloknak ott ö, pogózni, ott simán megy az ugrálás, és, és nincs ez az, az érzésem, amit mondjuk egy ilyen általános ö, trap koncerten, vagy valóság hip-hop koncerten átélek, hogy itt a gyerekek egymásra ugrálnak. Most visszatérve az albumra, szerintem ez egy némesen gyenge album, nem igazán egy pár highlightot leszámítva, nem igazán találtam benne örömöt, meg nem igazán tudok vissza-vissza hozzá, pedig próbáltam, tényleg többször adtam neki esélyt. Szerintem manapság az OTL az már egy magasabb szinten van, és, és szerintem Grasába is több van, mint, mint amit itt uh, mutat nekünk ezzel az albummal, és én tudom, nyilván uh, etetni kell az algoritmust, uh, folyamatosan felszínen kell maradni, folyamatosan uh, meg kell tölteni az akva kis hallakat, és halakat, folyamatosan pogóztatni kell a gyerekeket. Tehát értem én, hogy ez egy, ez, egy, ez egy rendszer, és minden évben ki kell adni valami újat, de hogy egyszerűen én azt érzem, hogy hogy pont az ilyen albumoknál én ezt, én ezt meg, megvártam volna azt, hogy még jön, -jön több inspiráció, és nem mindenképp egyből ö, minden évben muszájból kiadni egy. Nem ezt azért 10 per 4-nél abszolút nem tudok többet adni, és még az is talán egy fölülpontozás. Én Simon voltam, Grasa, Sex, 24 és hát hallott tesó? Remélem, nem bántottam meg a tesókat ezzel a sok tesózással, nem? Der Schuh. Der Schuh.